Anya, amikor elmész, akkor a szívem helyén egy fekete placs van, mondta nekem a 4 éves kisfiam, és nagyon örültem, hogy ennyire plasztikusan ki tudja fejezni azt, hogy mi van benne, amikor én távol vagyok tőle egy kis időre. Az, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeink érzelmi intelligenciáját már a korai évektől fejlesszük, talán nem is képezi vitatárgyát. De hogy ezt hogyan tehetjük meg játékosan, egyszerűen, de mégis nagyszerűen, arra egy tökéletes példa a Maci kártya. Úgyhogy ma erről fogok nektek mesélni. Sziasztok, én Győri Nádai Réka vagyok, ez pedig itt a Mit Játszunk vlog. A Nem Csak Kártya.hu csapata játékos eszközöket fejleszt trénereknek, kócsoknak, tanároknak és olyan átlag embereknek, akik szeretnének érzelmi intelligenciát fejleszteni gyerekeknél, felnőtteknél, csoportokban, osztályokban, táborokban, bárkivel. Az érzelmi intelligencia fejlesztés ugyanis nem egy olyan dolog, amit egyszer megtanulsz, és akkor már így rendben van az életedben, és te intelligens vagy érzelmileg, hanem egyszerűen egy folyamatos tanulás, amit egészen pici korunktól halálunk napjáig fejlesztünk saját magunkban. Miért is fontos ez? Egyrészt azért, hogy felismerjük a saját érzéseinket, ezeknek szavakat tudjunk adni, tehát ki tudjuk mondani őket, meg tudjuk mutatni másoknak, és felismerjük a másik emberen, hogy ő milyen érzéseket él meg. Ehhez nagyon fontos alapvetés, hogy az érzések között nincs hierarchia. Nem jó az egyik, a másik pedig rossz, nincsen előtte pozitív vagy negatív előjel, hanem az érzéseknek mindig helye van, és aki amit érez, az rendben van. Ez már egészen pici gyermekkorban megtanítható a gyerekeknek, és nagyon fontos, hogy el tudják mondani, és legyen szókincsük arra, hogy éppen mit élnek meg. A Maci kártya John Wieken találmánya, aki azt gondolta, hogy a gyerekekkel milyen jó lenne egy olyan játékot játszani, ahol 48 különböző érzelmi fázis, érzelmi állapot van megjelenítve valahogy játékosan. Ezeket Macikon jelenítette meg, tehát a Maci kártyában 48 különböző érzelmi állapotban lévő macit láthattok. Ezek azért vannak beszámozva, hogy egyrészt a gyerekekkel való munkában akár feljegyeztetek, hogy melyikeket mondták, melyikkel dolgoztunk már, vagy akár skálába rakhassuk őket, megnézhessük, hogy melyik érzések milyen erővel jelennek meg, tehát a különböző felhasználása a kártyának ezáltal is segítve van. A letisztult, világos és vonzó grafika segíti azt, hogy a gyerekek számára is egyértelmű lehessen egy-egy érzés. Hogyha ránéz egy kártyára, akkor számára is világos lehessen, hogy ez a maci éppen mit élhet át. Nagyon érdekes már egészen korai, akár 2-3 éves korban játszani azzal, hogy csak így elővesszük ezt a kártyát, különösebb fejlesztési szándék nélkül, és beszélgetünk arról, hogy vajon mi történhetett az adott képen a macival. Ilyenkor a gyerekek sokszor választanak olyan kártyát, amit éppen ők élnek meg, így megmutatva nekünk a belső érzéseket, anélkül, hogy akár ismernék az adott érzésnek a nevét. Persze mi felnőttként is segíthetünk abban, hogy ezek tudatosodjanak bennük, megnevezhetjük az érzéseket, mellé rakhatunk gondolatokat, élményeket, segítő mondatokat, amiket a gyerekek magukkal vihetnek, és hogyha hasonló helyzetbe kerülnek, akár fel is használhatnak. A maci kártyákkal nagyon jól lehet történetet mesélni, nagyon jól lehet különböző emlékekhez, traumákhoz, érzésekhez társítani őket. A gyerekek ezáltal, megismerve az érzés skálájukat, nagyon jól be tudják tájolni azt, hogy milyen érzésekre vágynak, mit szeretnének átélni, mi az, amit esetleg egy másik gyereken látnak, ezáltal fejlesztve az érzelmi intelligenciájukat. Ahogy bekerülnek csoportba, akár már bölcs is, de inkább óvodás éveikben, gyakran megfigyelhetjük, hogy nem mindig mérik fel jól a gyerekek azt, hogy mi az, amit mondjuk egy felnőtt szeretne tőlük, vagy a másik társuk, mit akart nekik mondani, sokszor félreértelmezik ezeket. Hogyan tudjuk őket ebben szülőként vagy szakemberként segíteni? Az érzelmi csúcspontokról és mélypontokról való párbeszéd, a rajzolás, a különböző jelenetek eljátszása, a macik leutánozása, a macik érzéseinek kitalálása, vagy akár párbaállítása olyan apró játékok lehetnek, amik melletti szabadon is kitalálhattok más különböző játékokat a maci kártyával, de természetesen egy segédletben ötleteket is kaptok arra, hogy milyen játékokkal kezdhettek el foglalkozni az érzésekkel, és ezeket visszamenőleg újra és újra elővehetitek. Az, hogy az érzéseknek mindegyik skáláját elfogadjuk, és hogy nem kategorizáljuk be azokat, nem tartjuk távol magunktól a rossz érzéseket, nem tartjuk távol magunktól azt, amikor nehezen, magányosan, elhagyatottan érezzük magukat, segíthetnek abban a gyerekeknek, hogy ne érezzék magukat különcnek a mai világban.
Nagyon sokszor kerülnek majd olyan helyzetbe, amikor megkérdezik tőlük, hogy hogy érzed magad, és annál nehezebb nincs, amikor csak arra van szókincse egy gyereknek, hogy jól vagy rosszul. Segítsük ebben őket, és a Maci kártya egy remek játékos eszköz ehhez. Egy fontos gondolatot mellé szeretnék tenni annak, hogy a gyerekekkel játsszuk ugye ezt a játékot. Számomra alapvetés, de fontos erről beszélni, a szülő is játszon. Ugyanis ha a szülő transzparens és kongruens és látható a gyerek számára, ha ő beszél az érzéseiről, ha ő elmondja, hogy milyen érzéseket él meg, és nem csak a játék közben, hanem a mindennapokban újra és újra előhozza, és kinyitja, hogy ő éppen milyen érzésekben van, ez az elsődleges segítség a gyermeknek, egy kapaszkodó abban, hogy meg tudja nevezni a ehhez hasonló saját érzéseit is. Tehát felnőttként ne maradjunk ki a játékból, ne hagyjuk ott a gyereket, hogy ő egyedül játszon, ez egyrészt nem elvárható, sem egy kicsi, sem egy nagyobb gyermektől, másrészt pedig a Maci kártya kifejezetten abban segít, hogy egymás jobb megismerésével és az érzések pontos megnevezésével mindannyiótok érzelmi intelligenciája fejlődjön, és hát valljuk be, erre felnőttként is nagy szükségünk van. Emellett én trénerként felnőtt csoportoknak is beszoktam vinni a Maci kártyákat, egyszerű indokom van, a letisztult, egyszerű, de nagyszerű grafika azoknak a felnőtteknek is segít, akiknek esetleg gyerekkorukban nem volt lehetőségük arra, hogy a saját érzelmi intelligenciájukat fejlesszék. Számtalan esetben találkozom azzal, hogy aki azt gondolja magáról, hogy ő nagyon, érzelmileg nagyon nyitott és intelligens és a többiekre odafigyelő empatikus ember, az ezen kártyák segítségével is nehezen tudja megnevezni a saját érzéseit. Vagy nehezen tudja elmondani, hogy miket él át különböző szituációkban, tehát én arra bátorítalak titeket, hogy felnőttként is bátran használjátok, ez egy remek, egyszerű, de nagyszerű eszköz. Nagyon szépen köszönöm a Maci kártyát, a Nem Csak Kártya csapatának és dr. Füzes Ádámnak. Nagyon ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki és vigyétek magatokkal akár kirándulásra, akár csoportba, akár egy családi ebédhez. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és írd meg, hogy neked hogy tetszik, játszottál-e már valaha hasonló játékkal. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, és hogy beköveted, amit játszunk, vlogot hasonló játékos tartalmakért. Sziasztok!